Nem szeretnék én ebbe a politikai vitába közvetlenül beavatkozni, ugyanakkor azért világosan ki kell fejeznem és ki kell fejtenem azt az álláspontomat, hogy a jelenlegi szerbiai alkotmány, illetve a hatályos törvények értelmében semmiféle kötelezettsége az állampolgároknak nincs, hogy az állam első hivatalos nyelvét, az államban élők többségének a nyelvét elsajátítsa és ismerje.